Két asztalon pattog a labda az Envi SC Eisman termében. Az NB2 észak-keleti csoportjában a Nyírbátorral játszik vármegyei rangadót a házigazda. Korábban Nagykáló, Apagy, Kemecse és Nyírbátor számított a férfiaknál a sporták bázisának a vármegyében, néhány évvel ezelőtt pedig Nyíregyházán is elkezdtek építkezni Sallai Zoltán irányításával. Nagy segítségemre volt ugye először is a szerencse, hogy ide kerültem, és itt nagy tervekkel ugye beszéltünk az igazgatóval és a helyettesével. Láttam, hogy nagyon akarják, nagyon szorgalmasak, mindent beleadnak, amit tőlük telhető. Nekem a szakmát kellett hozzáadnom, és így ugye az évek során mindig léptünk egyre feljebb és feljebb. Először ugye egy csapattal, ugye megyeosztályban kezdtük, aztán ahogy javultak a játékosok, már két csapattal megyeosztályban. Később ugye sikerült az egyik csapattal megnyerni a megyeit, akkor felkerült az egyik csapat NB3-ba, és akkor így lépcsőzetesen építettük fel ugye az előre megtervezetteket, és most már jelenleg négy csapatunk van. Egy NB2-es, két NB3-as és egy megyei csapatunk van. Fiatalok, öregek, mondjuk azt, hogy nem öregek, tapasztaltak, tapasztaltabbak, és ugye jelenleg most zajlik ugye az egyik rangadó az NB2-es csapatunknak. A nyírbátori Jase korábban évekig szerepelt a legmagasabb osztályban. Most az NB2-ben játszik a csapat, de a háttérre nem panaszkodhatnak a játékosok. Nagyon jók a körülmények, hát sajnos a munkahelyek, iskolák a fiatalokat elvezényelték tőlünk. Hát most kezdjük előről. Ugye megmaradt egy kis Zsolti, ugye van egy Máté Dávid, aki ott jár hozzánk, nálunk jár gimnáziumban, ő játszik, van egy nagykárói srác, Barnus, meg én, meg kis Zoltán Apagyról. Sallai Zoltán 83%-os teljesítménnyel az ötödik legeredményesebb játékos az észak-keleti csoportban. A rutinos asztali teniszező több szerepkörben is forgatja a pingpongütőt. Pingponggal foglalkozok minden nap, hiszen ugye edző is vagyok itt egyben, meg ugye magamat is edzenem kell. Úgyhogy magamat edzeni elvileg ugye, hát már ismerem a testemet, tudom, hogy mennyit engedhetek meg magamnak, minden nap a teremben vagyok. Hát saját magam részéről 2-3-at tudok edzeni, attól függ, hogy milyen állapotban vagyok, és ugye a többiekkel meg ugye foglalkozom, mint edző. Tehát mindig a teremben vagyok, ütő mindig van a kezembe. Csak valamikor edzői szerepben, valamikor játékos edzői szerepben játszom. A mérkőzést végül a vendégek nyerték 10-8-ra. Az észak-keleti csoport tabelláját az Apagy Ese vezeti 37 ponttal. Az NVSC Eisman első csapata 23 ponttal a hetedik, a Nyírbátori Ese pedig 21 ponttal a nyolcadik helyen várja a folytatást.